Sámánok. Ősi örökség volt a magyarok hitvilágában, a szibériai népeknél ma is föllelhető sámánizmus. A magyar sámánt táltosnak nevezzük. A táltos mindig valamilyen különlegességgel született. A leggyakoribb ilyen jel a hat új vagy a fogakkal való születés. Úgy gondolták, hogy a varázsló különleges képességekkel rendelkezik, és képes kapcsolatba lépni a szellemvilággal. A táltos a szertartásokon, dobját ritmusosan ütögetve, révületbe esett. Általában úgy tartották, hogy ló alakját magára öltve közlekedik a varázsló, innen a táltos pariba kifejezés is. A pogány magyarok szerint a halottak lelkei is megidézhetők. A táltos segítségével lehet kapcsolatba lépni velük ismerte és felhasználta a gyógyfüveket. Ők voltak a korabeli természetgyógyászok. A honfoglaláskori sírokban a régészek sokszor lókoponyát és lószerszámokat is találtak. Az magyarok valószínűleg úgy gondolták, hogy paripájuk a túlvilágon is szolgálni fogja őket, amennyiben maguk mellé temetik. A sírokból használati tárgyat is kiástak, a fegyverek, ékszerek és egyéb ruházati kiegészítők arra utalnak, hogy ezeket a halál után is használni szerették volna. Emese álma A nomád népeknél a közösség őseként számon tartott állatneve a totem. Árpád nemzetsége a turulmadara tisztelte totem állatként. Álmost aki később az egész Árpád nemzetség ősapja lett, a monda szerint egy turul nemzette. Ámos anyjának, Emesének álmában isteni látomásként egy turulmadár jelenik meg, amely rászálva teherbe ejti őt. Álmában méhéből forrás fakad, és ágyékából dicső királyok származnak, akik nem a saját földjükön sokasodnak el. A turulmadarat általában Kerecsen sólyomnak vagy vadász tartják.